Szombaton újra szorítóba lép Kelemen Balázs, a Ferabox Event nemzetközi bajnok ökölvívója. A SESZ Boxing július 26-án Dessauban rendezi a következő nagyszabású boxgáláját, amelyen 5 címmérkőzést rendeznek, köztük Balázsét is. A WBO International címért fog boxolni, ami nekem már egyszer a címem volt, és én mindideig azt hittem, hogy meg fogom védeni, de mondták, hogy én ezt egy éven belül nem védtem meg, ezért elvették, és újra kell érte boxoljak, úgyhogy egy új címszerzés lesz ez. Egy argentin fiú ellen fog boxolni, aki hát egy elég erősnek mondott, veretlen fiú, és a ranglistákon jóval előttem van, szóval ez egy olyan feladat, hogy ezt meg kell oldanom, és akkor megint közelebb tudunk kerülni a világbajnoki címhez. A győri pofonosztó Nicolás Dario Lópezzel méri össze erejét szombaton. A veretlen argentin nem lesz könnyű falat, állítja Kelemen, ám Balázs úgy érzi, mentálisan és fizikailag is teljesen felkészült, hogy a ringben kiüsse ellenfelét. Egy magas fiú, hasonló magasságú, mint én, és ugye, mint az összes ilyen latin-amerikai bunyós, ilyen szenvedés, szívlélek, bunyós jön, ütvág, nagyon sok ütéssel dolgozik, egyenesekkel, felütések, úgyhogy egy nagyon veszélyes ellenfél, és 12 menetes mérkőzésre van szó, és mind a 12 menetben toppon kell lennem, figyelnem kell minden ütésére, hiszen ezek a fiúk, ezek beladnak apait, anyait, a nyomorból jönnek, és ez egy kitörési lehetőség számukra, de én ez útját fogom állni. A sikeres mérkőzés több szempontból is fontos Kelemen számára. Szeretne ugyanis előrébb kerülni a WBO világranglistáján, így egyre közelebb kerül a kötelező kihívói pozícióhoz is. És ha ez sikerül, akkor mindenképp neki kell boxolnia a világbajnokkal.